Támogatónk a Life Tilt terhes vagyok program. Várandós vitaminok a három trimeszterre. Lesznek nehéz pillanatok nyilván. Terveztél egyáltalán? Öcsit, húgot? Igen. Amúgy is sajnál háromkor kelek. Ja, bocsánat. Lesz olyan pillanat, amikor azt fogja mondani, hogy jobb volt, amíg nem voltak. Ember tervez, gyerek végez. Itt vagyunk Leitner Olgival, már ismeritek, hát meg egyébként is, ugye Bakker anyu mondhatjuk így, meg Bakker feleség, meg Bakker. Biztos, hogy nagyon sokan ismeritek, és most a mai témánk pedig az, hogy a gyerekek között mennyi legyen a korkülönbség. Hogy van ez? Hát, jótól kérdez. Ádámka 7 éves most, és a terveztél egyáltalán öcsit, húgot? Igen. Ádám tervezte. Igen, hát megfogalmazódott már bennem, amikor az Árdián 2-3 éves volt, hogy szeretnék. Addig úgy voltam vele, hogy nem, tehát egy gyerek az bőven elég. Uh-huh. De úgy látszik, hogy nekem annyi idő kellett ehhez, hogy megérjek erre az érzésre, illetve ennek az érzésnek a kiteljesedésére, hogy szeretnék még gyereket. Ahhoz képest, hogy én világéletemben úgy voltam az egész anyasággal, hogy nem. Tehát ez totálisan távol áll tőlem, és egyáltalán szeretnék gyereket soha. Ahhoz képest azért elég jól belejöttem. Hát igen, mert azért néhány évvel ezelőtt, hogyha visszautalunk egy korábbi beszélgetésünkre, amit egyébként meg is tudtok itt nézni, a Facebookon, meg a YouTube-on is, hogy te azért volt egy pillanat az előző házasságodban, amikor teljesen padlóra kerültél, gyakorlatilag aztán társad sem volt, meg elhisztál, meg minden, igen. És tessék, itt van három gyermek, és anyuka leszel hamarosan egy igen. Tök jó pasival, egy gyönyörű nagyfiúval, aki a babysittered is lesz, hogy hát hallom, Ádám. Yeah. Ja. Meglátjuk. Hogy most még nagyon várja őket, aztán, uh-huh. aztán majd kiderül. Én mondom neki is, hogy lesznek nehéz pillanatok nyilván. Lesznek olyan pillanatok, amikor hangosak lesznek a lányok, amikor sokat fognak sírni, amikor nehéz lesz velük, amikor én is esetleg idegesebb, ingerültebb leszek. Tehát ezeket így próbálom erre felkészíteni, már amennyire lehet, hogy tisztában legyen ezekkel a dolgokkal, és nyilván kevesebb időm lesz rá eleinte, de ezeket is már próbálom megbeszélni vele, hogy ez nem azért van, mert őt nem szeretném, hanem azért, mert a pici babákkal igenis ennyit kell foglalkozni. Úgyhogy hál' Istennek eléggé empatikus és toleráns kisrác. Ezen kik vannak anyahasában? A máskor még nem tudom. Az egyik nevet azt már kiválasztotta. Hogy hívják? Luca. Luca és a tesója? Igen. Két kislány. Uh-huh. Igen. De figyelj, és anyák, hogy fog segíteni? Már elkezdtél rajta gondolkodni, hogy tudsz-e segíteni még neki? Gondolkodok, hogy majd mit csináljak. Mondjuk például éjjel, amikor tök jól alszol, szépeket álmodsz, és akkor felsír a kisugod a baba, akkor rohanás? Mondom is már mamának, hogy neki ébreszt óra. Már ébresztek hajnali 3-kor. Ja, akkor mész anyához, és felébreszted? Te? Jól értettem? Vagy hogy nem, van? Nem, ő ébreszti fel a kisbabák, mamit. Ja, mamit. És téged nem? Én amúgy is sajnál 3-kor kelek. Ja, bocsánat. Tanyaik el akarnak menni moziba, akkor vigyázol a kis tesóidra? Szórakoztatod majd őket? Akkor mami szórakoztatja. Hát most elég pas is lettél ebben a tekintetben, úgy érzem. Pedig szerintem a babák nagyon bírnák ezt a dobolást, meg a zenélést. Mit gondolsz? Nem tudom még. Nem tudod még? Ez még egy ismeretlen dolog. Zenélni fog nekik, azt mondta. Azt mondta, kakis pelenkát nem fog cserélni. Azt is lesz a geszte. Úgyhogy ne játszani fogsz velük majd, ugye? Mikor már nagyobbak lesznek.
Nagy vágyakozó szemekkel nézel Ádámra, hogy reméljük. Igen, igen, reméljük. Reméljük, hogy a csajokat osztja majd Lucát, és még nem tudjuk, hogy mi lesz a másiknak a neve. Lucát, te választottad a nevet? Igen. Uh-huh. Ahhoz nagyon ragaszkodott. Akkor kitaláltunk másik nevet, hát akkor egy... Lehet, hogy az a Viva Lucának hívják a szerelmedet? Nem. Hogy jött ez a Luca? Nem. Nem. Gondoltam csak. Csak ez így... Aha, ez egy nagyon szimpatikus név. Ez így valahonnan jött neki. Tudjuk, hogy nagyon gyakori név, azért próbáltuk lebeszélni róla, illetve terelgetni, de tehát nem magával a Luca nével van problémánk, hanem az, hogy rengeteg Luca van. Tehát majd egy 5 év múlva, amikor szólunk neki, hogy Luca, akkor ilyen 15 lány fog rohanni felénk a játszótérre. Lehet, hogy arra gyúrsz, hogy sok Luca fusson felé. Úgyhogy tényleg, tehát vannak ugye ilyen standard nevek, de hát mondta, hogy ha most 2 lány lesz, akkor legalább az egyiknek hadd válasszam el ki a nevét, úgyhogy úgy voltunk be, hogy jó. És akkor hogy lesz, hogy aki először érkezik meg, majd ő lesz a Luca, vagy aki másodiknak érkezik? Ábaba lesz a Luca. Ábaba? Uh-huh. Ilyen vagy A meg B baba? Igen, ikreknél így van. Szóval a témára visszatérve, 7 éves az Ádám, jönnek a csajok, és beszéltünk arról, hogy már kint vagytok a pelenkázásból, már nagy fiú az Ádám, már sok mindenben tud segíteni, önállóan rajzol, stb. Tehát, hogy tudsz magadra is figyelni. És akkor most 7 év múlva jön 2 kislány. Biztos, hogy nálad az oldaladnál is sokat vitatkoztok erről, hogy most mikor ideális egy következő baba, főleg 2, ami nyilván nem mindig tervezett a 2. Hát az a jó, hogy nekem ugye a csoportban, ugye, ahol közel 100 000 nő is anyuka van, annyi féle fajta élettörténetet hallok, és annyi mindent osztottak már meg velem, hogy én már nem tudok ilyet mondani, hogy mi az ideális. Uh-huh. Tehát nyilván mindegyik korkülönbségnek megvan a maga előnye, meg a hátránya. Nyilván, hogyha akkor születik még egy baba, amikor az Ádi 2 éves, akkor már túl lennék megint ezeken a nehezebb. Igen, akkor egy-két éves dolgokat, a nyakadba, a másik 2-t jobbra-balról fogni. Akkor szívott volna az ember, igen. Tehát most ennek ez a nagy előnye, hogy azért tényleg az Ádi, remélem, hogy egy picit be tud segíteni, bár nem fogom rá erőltetni ezt az egészet, mert a 7 éves gyerek az még ugyanúgy gyerek, tehát neki nem az a dolga, hogy most tényleg itt haptákban álljon, és besegítsen a dolgba, ahogy érzi. Igen, mert önöket lehet hallani, hogy valaki, aki ennyivel idősebb, főleg ha lány, akkor úgy emlékszik vissza a gyerekkorára, hogy ő nevelte félig a gyerekeket. Én ezzel nem értek egyet, ha ő, tehát amennyit ő szeretne, amennyit ő érez, nyilván oda fog jönni, biztos, hogy érdekelni fogja kezdetben nagyon, és akkor utána ezt biztosan alá fog hagyni, és megy vissza a saját dolgait intézni, de ez így van rendjén. Tehát én biztos, hogy nem fogom ráerőltetni ezt, hogy már pedig hozd ide ezt, hozd ide azt, és igenis segítsél, mert te vagy a nagy, tehát ő attól még gyerek, hiába, hogy 7 év lesz közöttük. Úgyhogy ahogy érzi. De ő egy elég jó szívű és kedves kisgyerek, legalábbis ahogy eddig megismertem. Már bármit kihozhat, szerintem, ugye a változás. Igen, biztos, hogy lesz olyan pillanat, amikor azt fogja mondani, hogy jobb volt, amíg nem voltak. Tehát de ez is szerintem teljesen természetes egy gyerek életében. Tehát azért 7 évig csak úgy élt, hogy ő egyedül volt, és mindenfelől az ő kívánságai és óhaja teljesült. Hát most nyilván alkalmazkodni kell neki is. Az ember ugye ezt szépen eltervezi, hogy most külön szoba, külön ágy, aztán tudjuk, hogy ember tervez, gyerek végez. Igen. Úgyhogy én már ezen sem stresszelek, hogy már pedig ennek így kell lennie. Tehát első gyereknél az ember próbálja tartani magát ezekhez, ebbe szoktak általában az anyák belehűlni, hogy próbálják tartani magukat ehhez a szabályok következetes szabályokhoz, igen, amit így előre elterveztek, és amiket mondanak a nagyokosok.
Én meg azt mondom, hogy ez úgyis majd kialakul. Tehát én nem fogok ebbe tönkre menni, nem akarom azt se, hogy most álmatlan éjszakáim legyenek, mert ők külön szobában vannak. Az én anyai ösztöneim meg esetlegesen azt súgják, hogy ott kell lenni mellettük, akkor nyilván ott leszek mellettük. Ádi, te megmutatod nekem a szobádat? Igen. Légy. Rend van? Aha! Persze, hát jöttünk forgatni, anya rendet rakott. Vagy te raksz rendet, Ádám? Hogy van ez nálad? Én szoktam. Te szoktál? Szuper. Ez én szobám. Aha. Ó, hát ez nagyszerű. Nagyon jól néz ki. Itt szoktam feltalálni, mondjuk. Uh-huh. Amikor úgy szoktam, amúgy most elbogyott el, és akkor Sanyi átvisz ide ebbe a szobába. Csak itt kelk föl. Uh-huh. Hát itt a csajok ott alattad elférnek, nem? Úgyhogy hogy van ez? Ha akkor aki jó leszek, hogy leszakad alatt a mágy. Ettől tartasz. Aha, értem. Szerintem nem fog, mert mom is már ráfért eddig. Ó, hát akkor amíg a mama kilóját el nem éred, addig szerintem még simán ide is lehet, nem, anya? Anya, itt levehetek a csajok, itt például biztonságban? Hát még elvileg akár lehetne is, de hogy császármetszés után nem fogod lehajolni, azt tudni. Hát nem, hát az Ádám csinálhatod mindent, tudod? Na tessék, ez egy igazi úri válasz volt. Majd ő lehajol. Értelek. Kiszedjük onnan, hol, mikor... És hogy tervezed egyébként, hogy amikor kijönnek a babák, és itt megjelennek nálatok, akkor elmész anyáért, és a babákért elmész majd apával? Vagy Csanyival? Hova? Hát a babákért, a kórházba. Igen, el. Ez a terv? És akkor a utcán fogod majd, vagy hogy lesz? Milyen terveid vannak? Viszel-e ajándékot például nekik, vagy gondolkodtál-e már ilyesmikkel? Még nem gondolhattam ki, de kifogom. Ott van állatraktárom. Igen. Állatraktár is van. Ó, hát itt a csajoknak, a Lucának és a B-babának. Igen. És Luca a B-babának lesz még. Hát lehet, hogy B-babának kéne hívni, nem? B-baba, igen. B-baba. Szerintem ez... vicces. Egy új név a naptárban. Nem, az nem jó. Nem. Nagyon nem. És még mi merült fel egyébként? Milyen név? Hát... a Luca biztos mond. Persze, fiú egy lány gondoltam persze, hogy... Arra számítottál? Akkor legalább csak mind a kettőnek egy név kellene. Egy fiú egy lány. És hát akkor... a máskor még... gondolkodunk, mert már felsoroltunk legalább ezer nevet, azért még mondtam, hogy Lotti az túl lottus. Ez igaz. Mondd, Polly az túl kutyás. Anya választotta a Pollyt, ha jól emlékszem. Igen. Miért van ilyen kutyás ismerősöd? A kutya ismerősöd, aki Pollynak hívna? Vagy valami rajzfilmben? Ne, csak mondtam, hogy a Polly név is van a kutyába. Uh-huh. És akkor most mi lesz? Nem lesz neve ennek a kis leánynak? Lesz, csak gondolkodunk. Hát majd anya, amit akkor érez, mikor meglátja, szerintem az lesz a neve, anya, nem? Elég sokáig fogunk gondolkodni ezen, de meg fog lenni. Oké. Okay. Akkor most megnyugodtam. Még egy kis időnk van. Igen, hát te is megnyugodtál, ugye, anya? Igen, meg. Valami csak lesz. Valahogyan biztosan fogják hívni. Honnan tudni itt unni, mert szétbontjuk elmehetes ágyamat. Az szét lesz, igen. Na, igen. Hát akkor most nagy változások vannak. Jó, tehát akkor most beszéltünk a nevekről, beszéltünk a korkülönbségről, az, hogy lányok vagy fiúk lesznek. Úgyhogy akkor várjuk a véleményeteket, a kérdéseiteket, és akkor jelentkezünk hamarosan megint.